Általános felzódulás követte a gyulai húskombinát felszámolójának hétfői bejelentését. A 300 ember elbocsátásának hírére közleményben reagált a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Húsipari Szakszervezet, és a helyi önkormányzat is elítélte a lépést. A Húsipari Dolgozók Szakszervezete országos demonstrációra készül. Kapuvári József elnöknek a Gyula TV-hez elküldött közleményéből kiderül, a jövő hét második felére szeretnék időzíteni a rendezvényt. Az érdekképviseleti szervezet vezetője a Gyulai Hús Kombináttal kapcsolatban azt írta, jobban jártak volna, ha a felszámolást nem az állami hitelintézeti nonprofit Kft. végzi, mert egy magánfelszámoló anyagidak is érdekelt lehet a felszámolás alatti sikeres működtetésben. A cégek ügyében eljáró intézmények a lassúságukkal, döntésképtelenségükkel, illetve a bankok ellenséges magatartásukkal elérik, hogy Gyulán és Kapuváron megszűnjön 800 munkahely. Különösen kirívó ez a gyulai húskombinátnál, melynek termékei eladhatók, azokat a piac befogadja, de a késlekedés megöli a lehetőséget, hangsúlyozta Kapuvári József. Felháborítónak nevezte a történteket Alt Norbert, Gyula alpolgármestere folyamatosan olyan nyilatkozatok, illetve olyan közlemények jelentek meg, amelyek, ha nem is egyértelműen, de azt sugalták, hogy a felszámolási eljárásban a céget lehet 270 napig működtetni. Na most ugye eltelt két hónap, és ott tartunk, hogy a felszámoló asszony bejelentette a 300 fő elbocsátását, amit egész egyszerűen nem tudunk elfogadni. Nem látjuk, hogy emögött milyen érdemi intézkedések születtek. Alt Norbert elmondta, belett adva egy hiteligény a Magyar Fejlesztési Bankhoz, de döntés erről még mindig nem született. Kérdésünkre elmondta, a jelenlegi helyzetben az önkormányzat mindent megtett, amit tehetett, de ők nem tulajdonosok, és érdemi befolyásuk nincs az ügyekre. Alt Norbert kiemelte bizonyos bankok, így a KNH negatív szerepét, illetve azt mondta, lehetnek olyan piaci körök, melyeknek nem érdeke a húskombinát talpon maradása. Azt látjuk, hogy a felszámolási eljárásban eljutottunk két hónap. Alatt oda, hogy nemhogy az érdemi továbbműködtetés, de egyenesen a cég teljes leépítése felé megy az irány. A Vidékfejlesztési Minisztérium elképzeléseivel ellentmondó folyamat zajlik a cégnél. Ez már a szaktárca MTI-hez eljuttatott közleményéből derült ki. Ebben hangsúlyozzák. A csődhelyzetet a tulajdonosok és a jelenlegi menedzsment idézte elő, ugyanakkor sajnálattal értesültek arról, hogy a PSZÁF által kijelölt hitelintézeti felszámoló nem képes megóvni a gyulai hús kombinát munkavállalóinak érdekeit. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter felkérte Budai Gyula államtitkárt, hogy haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a PSZÁF vezetésével. A cég felszámolója megkeresésünkre azt mondta, nem volt más választása. A jelenlegi állapot egyszerűen fenntarthatatlan, nem finanszírozható, ő pedig nem bankhitelt nem tud varázsolni, és pénzt sem tud nyomni. Gazdaságilag irracionális az emberekkel szemben pedig felelőtlenség fenntartani egy olyan rendszert, ahol nem termelés, heti egynapi termelés mellett folyamatosan 80-100 millió forint bért kell kifizetni. Másodszorban elkövetkezett az az időszak, amikor meg kellett volna kötni a nagyáruházakkal és a múltikkal a beszállítási szerződéseket, és a felszámoló nem tud ilyen szerződést kötni, mert nem látja a jövő évi termelésnek a biztosítékát. Máté Istvánné elmondta, a nagymúltú gyárat meg kell menteni, a finanszírozási tervet nagyon sok helyre elküldték. A helyzet ugyanakkor kritikus, és az utolsó utáni pillanatban van a gyár. Ha napokon belül nem történik semmi, akkor már arra sem lesz remény, hogy újra tárgyaljuk a, az áruházakkal és a beszállítóinkkal a tervet, és ne talán tán szerződést kössünk. Ebben az esetben pedig, hogyha a nagy áruházak már mással kötnek szerződést, akkor nincs remény arra, ha itt van a hitel, akkor sem hogy a termelés újrainduljon. A szakszervezettel való egyeztetés után hivatalosan december 3-án jelenti be a felszámoló a munkahelyi központnál a 300 dolgozó csoportos létszám leépítését. Ehhez képest várhatóan 30 nap múlva mondanak majd fel az érintetteknek.